A mai videóban, srácok, Lána párbajozni fogunk itt a Keytropon. Így a múltbeli tapasztalatom alapján azt mondom, hogy a Lána párbajozás valamivel jobban megérős dolog, mint simán nyitogatni a ládákat. Persze jóval nagyobb esély van bukása is. Még mielőtt elkezdenénk, promóciós kód, tudjátok, ide beírjátok, hogy Trimi. Ingyen kaptok egy kis cuccot kipróbálni. Na most itt látjátok, van egy új event, minden hónapban jönnek új eventek. Most megnézzük ezt az eventet gyorsan, én valami atom durva Prince Stream M4A1-est kaptam a Premium Pass-ből a végén az eventnek, ami $290. Na de kezdődjön a háború! Case Battle! Nézzük meg, a legelsőben random becsatlakozunk. Legyen ez a legelső, amiben van 5 darab M4 láda. Na nézzük, mit nyomunk a enemy ellen. Hát először is mind a kettőnknek nagyon rossz. És pont ugyanannyit ér, mind a kettő fegyver. Még mind a kettő minimal very shop. Á, ezt szerintem vittem. Egyébként $19 kerül ez a láda csata, és hozott egy nitrót, ami valószínűleg, hát azt hittem, hogy sokkal többet ér. Jó, még van kettőnk hátra, Boreal Forestek. Hát egyelőre nagyon-nagyon rossz. És az utolsó láda az nem más, mint... Hűha, azt hiszem ezt vittem. Oh, please. Vittem, jó. Oké. A gond az az, hogy $11 jött vissza. Tehát kétszer annyi ládából se jött vissza, egyszer annyi ládának az ára se. Következőre beugrottunk egy ilyen új ládákkal teli, kis event ládákkal teli kézbetölbe, ahol ugye kapunk már ilyen pontokat is. Hát elég jót nyitottam, basszus, ez egy $4 kis kézbetől, és már elég jól bekezdtem így az elején. Ugye az előző videókban rengeteg sok volt a lose amúgy, és mostanában úgy vettem észre, hogy a kézbetölöknél elég jól adja, úgyhogy ezért szeretném ezt tolni. Hát egyelőre nyerés állunk, de amúgy ezek nagyon-nagyon pici kis cuccok, mert ez a láda szerintem nagyon olcsó, úgyhogy most jön valamivel nagyobb, szerintem ez a Beast már nagyobb láda lesz. Azt mondja, hogy ezt ő vitte, de egyelőre én vagyok elő, viszont megint nagyon kevés az összértéke a csatának. A tít ládából, ez is szerintem nagyon gyenge. És az utolsó, a Megaló, azt mondja, hogy hát ezt szerintem én vittem. 3-8, nem! Az utolsóval elvitte az auggal, $13 vitt, és $4 volt a csata, szóval ezt neki bőven-bőven megérte. Jó, azért nézzünk már meg egy ilyen ládát, tehát mit tudom én, legyen egy $20. És ha már úgyis ilyen event van, ugye ebből kapunk ilyen krediteket is, talán. Be volt kapcsolva a gyors pörgetés, és $20-ból 4,50. Hogyha ide lejövünk, amúgy itt vannak kb. Így a kedvenc ládáim. Nézzünk meg egy ilyen fenget $30-ért. Ebben nagyon durva cuccok vannak, $13 jött vissza, de nagyon nagy lúzok ezek a ládák, a sima ládák, egyszerűen nem akar adni belőlük soha szinte semmit. Nézzük egy ilyen Dreamet, még egy $20-ost, és utána go vissza kézbe tölözni. Most már nem pörgettem el olyan gyorsan, azt mondja, hogy ez egy biztos ott fog megállni, a Marble Fade Butterfly-en $5. Na jó, ezek nagyon rosszak, úgyhogy irány vissza a háború, ahol még mindig ilyen nagyon kicsikkel nyomjuk, de fogok csinálni lassan valami komolyat. Ez egy $4-os kis kézbetől, ahol ugyanazt kaptuk. Ez egyelőre nagyon rossz, de hát ez csak $4, úgyhogy... mi az Isten közben? Kaptam egy $8-os bloodshotot. Agent ládák, srácok, hát ezekhez annyira nem értek. A professionalek azok tudom, hogy sokat érnek, mivel nem tudom, hogy tudott ilyen ott a Valve csinálni, de a professional agenteknek kisebb a fejük. Tehát konkrétan a hitboxuk kisebb a Chago-ba, mint a többi skinnek. Vagyis nekik a legkisebb, amúgy elég sok agentnek változó. Konkrétan nem értek, hogy ilyet hogy lehet megcsinálni. Na mindegy, ez egy $22,5-os kézbetől. Azért itt a professionalök azok vannak ilyen $50 és $80 közt kb. Nem tudom pontosan. Na jó, még van 3 darab, és nincs professional egyikünknek se. Na hát az utolsó... remélem nem vitted el. Nem vitted el, jó. Hát ez... nyertünk megint. Nyomjuk már egy ilyen frissítőt ezekből a sok agentből, nekem úgyse kellenek. Rolander 44,18%. És túl fog menni. Nem? Nem fog túl menni? Úristen! Az hol állt meg, basszus? Oké. 75-dollárosba becsatlakoztunk, srácok. Ezek teli vannak új ilyen ládákkal. Na most már kicsit nagyobban nyomjuk. És itt, hát remélem, hogy ezt nem fogom lúzolni. Már azért itt már elég durva pénzek mennek. Milyen kesztyű ment ott el. Azt hiszem az egyik legdrágább kesztyű, az a Vice. Hát egyelőre nagyon rosszakat nyitunk. Nem tudom, hogy mennyibe kerül ez a Starflick láda. De az biztos, hogy ő kapott egy elég jó skin most, ami... hát engem eléggé hátra rakott. Viszont... nem jöttem vissza legalább. Isten.
Na jó, hát itt nagyon rosszak. Nézd meg mit. Hát ez nem is ér sokat. Azt hittem valamiért, hogy az M4 sokat fog érni. De mindegy, átadtunk egy másik ládára, ami Inspektor nevezetű. És hát nagyon elő van. 25 dollárral én meg 10-el, és 75-be kerül. Ez nagyon nem éri meg. Ez egy nagyon-nagyon rossz kézbetől. Most, hogyha valakinek nem dob be valami nagyon-nagyon durvát, ez egy nagyon-nagyon rossz kézbetől. Ez nagyon lose. Tehát még annak is, aki ezt meg fogja nyerni, szerintem még annak is egy lose. Hát igen, és az utolsó láda, az pedig, hát ezt ő vitte amúgy. Nézd meg, az első drága kézbetölt úgy elvitte, mint az állat. Tehát ez még így is egy 14 dolláros lose. Bementünk egy 18 dollárosba, és el is lett döntve, hogy kikaptam. Srácok, nyissuk ki azt a kés ládát. Most 100%-osan kést fogunk nyitni, csak az nem mindegy, hogy miért. Kérlek, jót adj. Nem szokott, de kérlek. Ó, ne már. Már megint ez. Ezt már nyitottam egyszer. Összelöktem egy 35 dolláros kézbetölt. Na nézzük ezt. Az utóbbi kézbetölöket nem nyertem, szóval azért most már vissza kéne jönni. Köszönöm. Igen, ezt meghallottam, amit mondtam. Na jó, please. Ne bukjuk már ezt el. 25 dollár. Azt nem tudom, hogy az beadta rendesen. Mondjuk azért beadhatna valami még keményebb. Jaj, ne, azt hiszem többet, sokat. Ne, nem. Mondjuk elég rosszak ezek a nyitások. Amúgy csak nekem adta be a legelső. Decimator az neki elég sokat fog érni, ez 10 dollár. Ó, hozza nekem az kint. Please, az utolsó, az csak egy 1 dolláros láda. Csak nem ad neki nagyot. Jó, mi van? 50 dollár a 34-ből. Ezt elvittük. A két M4 az itt nagyon jó. Hármas kézbetőben vagyunk, srácok. USP és Glock ládák vannak csak bent. Ugye? Hát ide beraktak egy botot, amit amúgy nem szeretek, mert... Nézd meg, miért nyitott a bot. Hát Istenem. Azt mondja, hogy lehet ilyen rosszat nyitni, mint az enyém? És nézd meg a többi mit nyit. Tehát 6-7 dolláron vannak, én meg 2-n itt kullogok hátul, na mindegy. Egyelőre ezek nagyon-nagyon rosszak számomra. A többiek elég jól állnak. Nézzük, a bot fog nyerni. Én úgy érzem, hogy utálok botokkal játszani, csak hát ez ugye nem az én kézbetőlem, úgyhogy a másik csávó berakta a botot. Na nézzük, átváltottunk a Glockokra, hát az USP-k azok sehogy nem adták nekem. Hát egyelőre a Glock se. Tök jó. Hoppá, ez egy 4 dolláros snake-etek. Hát igen, egy picit visszahozott. Igazából második lettem. Hát talán még itt lehet valami. Úristen, az utolsó láda. Please, adj már valami nagyot. Ó, nem, ezt nem tudom mi. Áááá, francba. Mondtam, hogy a bot el fogja vinni. 32 dolláros ládacsata, srácok. Utolsó. Most már elfogyott a pénz az oldalon. És hát ebbe azt mondja, hogy csak az új ládák vannak, amik nekem annyira nem tetszenek. Viszont ez szerintem farmolják a kreditet, azért nyomják ezeket. Viszont itt legalább nincs bot. Na! Nagyon ugyanúgy állunk. Nem tudom, hogy ezekből a ládákból van-e valami nagyon atom, amiket lehet nyit. Beadta azt a nagyon atomot, de az eneminek is. Hoppá, ez jó kell legyen. Hoppá! Hoppá! 42 dolláron állok, úgyhogy 32 a kézbetől csak. Nagyon jó. Nagyon jó. Please. Mi az az emlék? Ja, ez nem ilyen sokat. De mindegy, mert többet kaptam bőven, mint ők. Utolsó láda, please. Nem most, hogy nem. Jó, megvan ez is. Az utolsó is win. 82 dollár 32-ből. Hát ez nagyon jó. Hát srácok, hogyha szeretnétek kipróbálni, akkor a promóciós kódnál a Dreamit beírjátok, 50 centet kaptok ingyen. Én Dreamy voltam, a következő videóban találkozunk. A kézbetől elég jól adta. Végre valami. Na, sziasztok!